Köszöntöm nézőinket! Az év végén már elindul a gyártás a Várpalotai Ipari Parkban, a korábbi Ahirufing üzemhelyén, amelyet a speciális építőipari hőszigetelő anyagot gyártó, hazájában piacvezető orosz Penoplex részvénytársaság vásárolt meg. Az első fázisban egy gyártósort telepítenek Várpalotára, amivel mintegy 70 munkahely jön létre, majd a második gyártósor beindulásakor már körülbelül 120 alkalmazottja lesz a gyárnak. Kampanári Talabér Márta, Várpalota polgármestere, dr. Ignác Anita Éva jegyző és Katona Csaba alpolgármester társaságában fogadta Juri Csetejevet, a Penoplex vezérigazgató helyettesét, és Szergely Szatalovot, a magyarországi projekt vezetőjét a polgármesteri hivatalban. Tavalyi év második felében kerestek meg bennünket. Több érdeklődő volt egyébként korábban az Ahi Roofing épületére, mert ott fog majd a tevékenység folyni. Volt olyan érdeklődő, akitől mi elzárkoztunk, ugye nem a mi tulajdonunk, de a tevékenység úgy gondoltuk, hogy azon a területen olyan lett volna, ami mind a közeli lakosságot, mint pedig a többi vállalkozást zavarta volna, és mi jeleztük, hogy ezt nem szeretnénk, ha Várpalotán valósulna meg. Azonban amikor a Penoplex bejelentkezett az ő tevékenységüknek, ami az építő ipart érinti, hiszen hőszigetelő anyagot gyártanak, nagyon megörültünk. Oroszország piacának jelentős részét magukénak tudhatják. Összesen 13 gyárral rendelkeznek, nagyobb részt Oroszországban, illetve 3 Oroszországon kívüli volt szovjet tagállamban bírnak még gyáregységekkel, illetve mindenutána az Európai Unióban is elég jól alakultak az elmúlt években az eladásaik. Ők szerettek volna uniós országban is gyárat létesíteni, és Magyarország mellett döntöttek, és Magyarországon belül pedig ugyan volt vetétársa Várpalotának, de végül is a Várpalotát választották nagy örömünkre, és itt fogják elkezdeni a termelő munkát még ebben az esztendőben. A piacvezető orosz Penoplex speciális extrudált polisztirolhabból készült szigetelő anyagot gyárt. Itt egy komoly termelőbázis megnyitására készülünk, amelyen a mi alapvető termékünket, a műanyagbázisú hőszigetelő elemeket az építőipar számára fogunk előállítani, és várhatólag 2022 végén el is indítjuk a termelést. Az Európai Unió területén a Várpalotai üzem a cég első befektetése, amelytől sokat remélnek, mondta el Juri Csetejev, hiszen nem csak Magyarország, hanem a környező országok is komoly piacot jelentenek számukra. Oroszországban 10 gyárunk van, utána megnyitottuk Kazaksztánban, majd Üzbekisztánban, közelmúltban Moldovában, és eljött az ideje annak, hogy már az Európai Unió területén is legyen saját gyártásunk. Logisztikai szempontból előnyös Magyarország, jó képzett munkaerő megtalálható, és itt ebben a körzetben Lengyelország, Horvátország, Szlovákia, Ausztria mind-mind nagyon jó felvevő piac a mi hőszigetelő építő ipari termékeink számára. A vezérigazgató helyettes hozzátette, első körben egy gyártósor telepítenek Várpalotára, de szeretnének további területeket is vásárolni az üzem környezetében, hiszen további gyártósorok telepítését is tervezik. Szergely Szatalova, magyarországi projekt vezetője, a Várpalotai gyár leendő igazgatója kiemelte, a munkatársakat már a tavasz folyamán elkezdik toborozni. Összesen 70 főre lesz szükség a gyártás elindításához. A gyártósoron dolgozók mellett keresnek mérnököket is. Ők már tavasszal megkezdhetik a szükséges gyakorlati tapasztalatok megszerzését a Penoplex azonos profilú moldovai üzemében, ahol azután majd a gyártásban közreműködő többi dolgozó is több hetes gyakorlati szakmai képzésen, tapasztalatszerzésen vesz részt.
Többek között pályázatok és a helyi orvosi ellátás is napirendre került Várpalota város önkormányzati képviselő testületének elmúlt pénteki rendkívüli ülésén. A tanácskozáson döntöttek a 2021 évi költségvetés önkormányzati rendeletének módosításáról, valamint új képviselőtagot választottak a pénzügyi bizottságba is. Az idei évben is folytatódnak a járdafelújítások a város különböző pontjain, amennyiben sikerül újabb pályázati forrásokat elnyernie Várpalota városának. A határidő volt pályázatok benyújtása tekintetében. Szeretnénk folytatni a járdafelújítást a városban, ezért egy 53 millió forint értékű pályázatot nyújtottunk be, ebből 40 millió a támogatás, 13 millió forintot kell majd az önkormányzatnak mellé tenni, amennyiben nyertes lesz, és a Rákóczi úton lévő járdákat, az Árpád és Lilium utcák közötti járdaszakaszokat, valamint az Újlaki és Hegyhát utcák közötti járdaszakaszokat, illetve a Felső Inkám utca páratlan oldalán lévő járdaszakaszt kívánjuk, amennyiben nyerünk, majd felújítani ebből az összegből. Ez volt az egyik legfontosabb napirendi pont a mai napon. Az elmúlt év végén lemondott Lukács Péter a pénzügyi bizottsági tagságáról. Helyére szintén a Mi Hazánk mozgalom javaslatára választottak új, nem képviselői bizottsági tagot. Új külső bizottsági tagot választottunk, a Mi Hazánk korábbi tagja lemondott, és helyére Vasili Alexandrát jelölte a Mi Hazánk mozgalom. Őt választottuk meg képviselőnek, illetve bizottsági tagnak, illetve a házi orvosokkal, valamint a fogorvosokkal kötött ellátási szerződést módosítottuk. Változtak a helyettesítések, ez a jövő héttől elérhető lesz majd a városnak a honlapján, hogy mindenki tájékozódhasson arról, hogy az ő körzetében milyen változások történtek. A 2-es számú körzetben dr. Dancsó Mária Éva, a 8-es számú körzetben pedig dr. Fekete Csongor biztosítja az ellátást. A fogszakorvosi ellátás esetében az 5-es számú körzetben a jövőben dr. Kis Gabriella helyettesít, a 6-os számú körzetben pedig dr. Rácz Zsuzsanna és dr. Abkarovics József helyettesítenek. Az 1-es számú körzetben szintén módosult a rendelési idő. A változásokról részletesen a varpalota.hu internetes felületen tájékozódhatnak az érdeklődők.